Eszközbeszerzés. A városi bál bevételéből és az önkormányzat kiegészítéséből ultrahang készüléket vásárolnak Újfehértón. Erasmus Plus a BEM-ben 4 partnerország pedagógusai látogattak el a nyíregyházi iskolába, amely a program fő koordinátora. Fekete péntek, dübörögnek az akciók, de nem árt a körültekintés vásárlás előtt. Egy új ultrahang készüléket vásárol Újfehértó a múlt heti városbál adományaiból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényen körülbelül 2,5 millió forint gyűlt össze, de a felajánlások még folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz. Azért az ultrahangot választották, mert nincs az orvostudománynak olyan területe, ami nem hasznosíthatná az eszközt, közölte a településházi orvosa. Első alkalommal szerveztek városbált Újfehértón múlt héten. A környező településeken már több éves hagyománya van a jótékonysági rendezvények szervezésének. Ezért az új polgármester célja volt, hogy Újfehértó is csatlakozzon ehhez. Próbáltak minél több helyi lakost és különböző támogatókat megszólítani, az adományok gyűjtéséhez pedig egy nemes célt találni. Beszélget az egészségügyi dolgozókkal és a város lakosságával, egy ultrahang készüléket szeretnénk vásárolni, amelynek a bál bevételét szánnánk. Támogatóegyet lehetett vásárolni, illetve a bál bevételéből, az ott ugye a tombolárusítás, egyéb adományokból összegyűlt összeget fogjuk még az önkormányzat forrásából kiegészíteni, és ebből szeretnénk egy városi ultrahang készüléket vásárolni, hisz jelenleg egy van, amit a nőgyógyászaton használnak, viszont ez egy ekkora városban úgy gondolom, hogy kevés. A bálon 2,5 millió forintot gyűjtöttek eddig, de még folyamatosan érkeznek a felajánlások az önkormányzathoz. Dr. Bélteki Béla háziorvos azt nyilatkozta, a megvásárolni kívánt eszköz nagyjából 5 és 10 millió forint között mozog. Az ultrahang mint vizsgáló eljárás nem csak a betegségek diagnosztizálásában használatos eszköz, hanem szűrő eljárásként is megfelelő, felnőtt és gyermek praxisban egyaránt, tette hozzá az orvos. Az ultrahang az úgy működik, hogy a leginkább a hang, benne is van a nevébe, tehát ultrahanghoz hasonló hullámokat keltenek mesterségesen, ezt sugározza ki az ultrahang készülék, ez kerül be az emberi szervezetbe, ami teljesen ártalmatlan, és ennek visszaverődéséből, illetve egyéb fizikai tevékenységéből egy képalkotó eljárással a hozzáértő szakember messze menő következtetésekre jut a illető beteg szervéről, szervrendszeréről. Újfehértó idén csatlakozott az Egy doboznyi szeretet akcióhoz. Ezzel az adománygyűjtéssel rászoruló gyerekeken szeretne segíteni az önkormányzat az év végén. A lakosság felajánlásait és ajándékait a helyi polgármesteri hivatalba várják. Az Erasmus Plus keretében 4 partnerország 8 pedagógusa érkezett a BEM József általános iskolához látogatásra, amely a program fő koordinátora. Ennek keretében a program 24 hónapos időszaka során a nyíregyházi általános iskola több diákja és pedagógusa látogathat el az érintett országokba az idegen nyelv fejlesztése és a módszertani tapasztalatok cseréje céljából. A nyíregyházi BEM József általános iskola néhány hónappal korábban a Tempusz közalapítvány kuratóriumával közösen adott be pályázatot az Erasmus Plus programjába, amely elbírálása sikeresen zárult. A projektben további 4 Európai Uniós ország érintett még, mely országokból most több pedagógus látogatott el Nyíregyházára, hogy megismerkedjenek az iskolával és a megye székhellyel. A városról és a városvezetés működéséről Szemán Sándor címzetes főjegyző tartott előadást a külföldi tanároknak a polgármesteri hivatalban. Az előadást követően a BEM intézmény vezetője a nemzetközi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Ez a Let's Play Oldi pályázat, ahol Spanyolország, Olaszország, Törökország és Horvátországból érkeztek hozzánk kollégák, és most ezen a héten ismerkednek egy picit az intézményünkkel, ismerkednek a várossal, és szerettek volna ellátogatni ide a polgármesteri hivatalba, és egy picit betekintést nyerni Nyíregyháza város életébe, megismerkedni az itteni városvezetéssel, és egy kicsit bővebb információt kapni az itt folyó életről. A program 24 hónapos időszaka alatt a pályázatban érintett partnerországokban szerveznek meg egy-egy hétnapos partnertalálkozót. Ilyenkor alkalmanként 2 pedagógus kísér 3-4 diákot külföldre.
A találkozók alkalmával bemutatják az iskolákat, csapatépítő játékokat és programokat szerveznek, valamint tapasztalatokat cserélnek az egyes országok oktatási módszertanaival kapcsolatban. Ennek a programnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy a különböző kultúrákból érkező, más országokból érkező kollégák tanítási tapasztalatait, szakmai tudásukat megosszák velünk, és mi viszont velük átvegyük a jó gyakorlataikat, gyerekeinket bevonjuk mindezekbe a tevékenységekbe. Én azt remélem, hogy nálunk ennek igen nagy sikere van, illetve tegnap volt a megnyitó ünnepségünk, és ezt láttuk is, hogy a gyerekek élvezettel vettek részt mindenen, készültek erre a megnyitó ünnepségre. Örömmel szólaltak meg a saját kis szintjükön, akár csak egy köszönésért erejéig. Tehát én azt mondhatom, hogy már most azt látom, hogy eléri a program a célját a mi iskolánkban. A projektben a BEM József Általános Iskola főkoordinátori szerepet kapott, így komoly feladat hárul a Nyíregyházi intézményre. Összefogjuk ezt a projektet, mi koordináljuk a tevékenységeket, osztjuk be az időbeosztást, kiosztjuk a feladatokat, és mint főkoordinátor nálunk van az első találkozó, mindezek a feladatok megbeszélése ránk vár most, még a mai nap folyamán. A BEM József Általános Iskola több éve a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája. A területi és megyei elsősegélynyújtó versenyeken rendre kiemelkedő eredményeket érnek el a diákok. Az intézmény nemrégiben megkapta a Boldog Iskola címet is, az Erasmus Plusszal pedig a tanulók az idegen nyelvek és kultúrák megismeréséhez is jó lehetőséget kaptak. Sok helyen már a múlt héten elrajtoltak a fekete péntekhez kapcsolódó akciók, máshol csak ezekben a napokban kínálnak kedvezményeket az üzletek a vásárlóknak. Vásárlás előtt fontos a megfelelő tájékozódás a fogyasztók részéről, és arról is érdemes tudni, hogy internetes rendelés esetén 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől. Napjainkra az év legnagyobb vásárlási eseményévé nőtte ki magát a Black Friday. Már az szinte nincs olyan, aki ne tudná, mit takar ez az elnevezés. Korábban a fogyasztók fekete pénteken az üzleteket rohanták meg, manapság viszont egyre többen már az interneten intézik vásárlásaikat. A portfólió cikke szerint tavaly a vásárlók mindössze 12%-a intézte kizárólag fizikai üzletben a Black Friday-hoz kapcsolódó vásárlásait. Akárhol is bonyolítsuk a vételt, tájékozódjunk árösszehasonlító oldalakon, mielőtt megvesszük a kinézett dolgot. Előfordul ugyanis, hogy az áruházak az akció napja előtt viszik fel az árat. Internetes vásárlás esetén győződjünk meg arról, hogy rendes, legális webáruházról van szó. Ezt úgy tehetjük meg, hogyha megnézzük, hogy ki üzemelteti a áruházat, és hogyha annak rendesen fel van tüntetve a cégneve, illetve elérhetősége, címe, stb., akkor akár egy nyilvános cégadatbázisban is meg tudjuk nézni, hogy valóban létezik-e. És a másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy az, hogyha egy webáruháznak a végződése hú, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy Magyarországon működik. Ha a webshop az EU-ban működik, ugyanaz a jogszabályok érvényesek, mint nálunk. Unión kívüli ország esetében pedig az ottani szabályok az irányadók. A szakember szerint minden esetben fontos, hogy rögzítsük, milyen oldalról rendeltünk, ahogyan olvassuk el az általános szerződési feltételeket is az apró betűs részekhez hasonlóan. Ez ugyanis a saját érdekünket szolgálja, és főleg nagyobb értékű vásárlásnál van jelentősége. Ha választhatunk a fizetési módok közül, érdemes az utánvéttel történő kiegyenlítés mellett dönteni, az ugyanis a legbiztonságosabb. Hisz azt abban az esetben kell kifizetnünk, mikor a futár már kihozta a csomagot. Gyakori az, hogy átutalással kérik előre, itt viszont a bankkártyánk, illetve a számlánk biztonsága szempontjából azt tudom ajánlani, hogyha valaki rendszeresen vásárol interneten keresztül, ma már minden bank ad külön kártyát erre a vásárlási, amire csak annyi pénzt tegyünk fel, amennyi a vásárláshoz szükséges, és akkor nem ér az a meglepetés bennünket, hogy esetleg valami adathalász, vagy egyéb módon az egész kártyánkon, illetve számlánkon lévő pénzt leemelik. Netes vásárlás esetén az áru átvételétől számított 14 napon belül jogunk van elállni a szerződéstől.
Ezen a lehetőséggel mindenképpen írásban bizonyítható módon éljünk. A termék visszaküldésének költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli elállás esetén. A vállalkozásnak az ezt követő 14 napon belül vissza kell fizetnie a teljes vételárat, valamint a szállítási árat, ha volt ilyen külön. Néhány eset azonban kivételt képez, becsomagolt CD-t kibontva például nem állhatunk el a vételtől, ahogy a megkezdett szolgáltatásnál és az egyedi megrendelésre készült termékeknél sem. Nyári Krisztián író, kommunikációs szakember, könyvkiadó volt a Bencs Villa vendége kedden. A remek hangulatú esten a szerző Kovács Dénessel beszélgetett pályája indulásáról, műveiről és néhány krúdi levelet is felolvasott. Az így szerettek ők, az igaz hősök, a merész magyarok és a festői szerelmek című könyvek íróját, Nyári Krisztiánt aligha kell bemutatni a könyvbarátoknak. A szerző 2012-ben lett közismert, akkor kezdte el publikálni magyar írók és költők szerelmi életéről szóló írásait a legnagyobb közösségi portálon. Nyári Krisztián nem csak író, irodalmár, kommunikációs szakember. Néhány évig költészettörténetet tanított a Pécsi Egyetemen, s bár a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, hobbija az irodalom és a művelődés történet maradt. Vezetett PR ügynökséget és közvéleménykutatóintézetet, volt állami szervezet kommunikációs vezetője, jelenleg egy könyvkiadó cég kreatív igazgatója. A kedd esti izgalmas beszélgetésen számos kulisszatitkot elárult a nézőknek. Az érdeklődők azt is megtudhatták, milyen módon gyűjti az anyagot munkáihoz. Általában interneten megnézem, hogy hova érdemes mennem, milyen könyvtárba kutakodjak, és aztán utána hagyományos módon könyvtárba megyek el, az általában Budapesten, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára, vagy a Szabó Ervin könyvtár, vagy ha van nagyon speciális téma, akkor annak, és ha van szakkönyvtár, akkor oda. Nyári Krisztián jelenleg a magyar himnuszról szóló munkán dolgozik. Ebben ír majd olyan nemzetek himnuszairól is, amelyek történetéhez magyar szerzők kapcsolódnak. Az író arról is beszélt a közönségnek, hogy szerinte mi a titka a könyvei sikerének. Egyrészt kíváncsiak vagyunk azokra az írókra, művészekre, történelmi szereplőkre, akiket fontosnak tartunk, akiknek az életműve számunkra izgalmas, érdekes, vagy valamilyen oknál fogva fontos, és szeretnénk megtudni, hogy ők, mint magánemberek, milyenek voltak. Ez általában azokkal, akiknek az élete tankönyvekben, iskolai anyagban szerepel, különösen érdekes, mert ott általában ilyen lecsupaszított életrajzokkal találkozunk. A másik pedig, hogyha mondjuk magánélettel kapcsolatos az, amit írtam, akkor pedig azt mondja ez, hogy általában kíváncsiak vagyunk arra, hogy másnak hogyan alakult a magánélete, és akkor mindenféle következtetést levonunk arra a nézvést a magunkéról. Aztán, hogy ezt hasznosítjuk-e vagy sem, az egy másik kérdés, és hát van, akit meg mind a kettő érdekel. A jövő héten Pápai Erika lesz a Bencs Villa vendége, azt követően pedig a műsorok állandó házigazdáját, Kovács Dénest kérdezi majd Karári Zsolt. Kiesett a HEB kupából a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a nyolcad döntőben hazai pályán 68-63-as vereséget szenvedtek a Meavc Miskolctól, így búcsúztak a sorozattól. Siska János együttese pénteken 16 órakor bajnoki meccsen a BKG Prima esét fogadja a Continental Arénában. Döcögősen kezdte a mérkőzést a bajnokságban magabiztosan legyőzött Miskolc ellen a házigazda, az első negyed végén a vendégek vezettek 3 ponttal. A folytatásban sem igazán működött a cápák támadójátéka, de a nagyszünetre már 2 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után maradt minden a régiben, a hazaiak erőlködtek, az egyre motiváltabb miskolciak pedig átvették a vezetést és néhány pontos előnyt építettek fel. A hajrában még felcsillant a remény arra, hogy utoléri ellenfelé Siska János együttese, de a Meavs már nem adta ki a kezéből a győzelmet, kiütve ezzel a nyíregyháziakat a HEB kupából. Tegnap 5 fiatal játékosunk Egerben játszott egyetemi bajnokságot, és látszott rajtuk, hogy nagyon fáradtak, hiszen 30-35 percet játszottak, és nem tudtuk őket úgy rotálni kellett volna. Illetve nagyon rossz ritmusban játszottunk, és nem tudtunk jól dobni. Úgyhogy, és a Miskolc jobban akart ezt a győzelmet. A hazaiak csapatkapitánya szerint már a meccs elején látszott, hogy ezúttal nem a megszokott játékát nyújtja majd az együttes. Nehéz mit mondani egy ilyen meccs után. Elmúlt 3 évvel mindig érmes helyezést értünk a kupába,
idén is szerettük volna, ráadásul a legfényesebb érmet megszerezni. Ez nem fog sikerülni most. Nagyon rosszul játszottunk. Nyilván benne tartozik, hogy szombaton hosszabbítás és meccset játszott nagykörösen. Már az első két perc után én éreztem, hogy ez nem lesz jó, mert nagyon rossz ütembe és fáradtan támadtunk, és igazából nem, hogy jól elhúzni, megtörni a Miskolcot, hanem egyáltalán vezetni is tudtunk a meccs nagy részében, így megérdemelten nyert a Miskolc. A vendégek edzője szerint győzelmük annak köszönhető, hogy minden pályára lépő kosarasa hozzátett valamit a csapatjátékához. Én úgy gondolom, hogy a hazai csapat azért egy kicsit nyugodtabbra gondolta az már az első fél időt is. Bár nem lehet kiindulni az előző közös találkozónkból, hiszen akkor az egyik nagyon lelkes amerikai játékosunk, akkor ugye civilben nézte végig. Nyilván a mi csapatunkban nagyon sokat számít egy húzó játékos, és ma pedig az egész csapat ugyanúgy játszott, ahogy már az előző fordulókban is. Annyi volt a különbség, és ez győzelmet ért, hogy eddig 2-3-4 ember tudott egy stabil szintet hozni, és most pedig szinte aki mindenki pályán volt, az nagyon komoly melót tett bele. A Hübner Nyíregyháza a Bursák pénteken ismét pályára lép. A Kékcápák 16 órai kezdete a BKG prémiesét fogadják a Continental Arénában. A hétvégén 26. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 8 magyar csapat mellett 2 szlovák, 1 lengyel, valamint 1 szerb együttes lép pályára a Móricz és a Kertvárosi iskola tornacsarnokában. Korábban 13 alkalommal Hunyadi Kupa néven rendezték meg a tornát, amely most már Móricz Kupaként is utoléri elődjét. Ezúttal 12 U14-es csapat nevezését fogadták el a szervezők a rendezvényre, amely az egyik legrangosabb hazai utánpótlás tornának számít a sportágban. Az elmúlt 2,5 évtizedben számos későbbi élvonalbeli, illetve válogatott röplabdázó lépett pályára Móricz Kupán. Abban bízunk, akik a felnőtt csapatot is nagyon komolyan figyelemmel kísérjük, hogy ez a torna is olyan lesz. Majdnem mindig tornájuk egyébként ilyen, hogyha visszavegyünk az időben, ahol biztos, hogy játszani fog olyan gyerek, aki valamikor a felnőtt csapatunkat fogja erősíteni. És hát ha az egész magyar röplabdát nézzük, azért is fontos, mert például a jelenlegi magyar felnőtt válogatott keretben két olyan játékos is van a 16-18 fős keretben, akiket éváig neveltek. Szóval amikor a rangjára kérdeznek rá a tornának, hát ilyen, akármilyen más sportágban és csak gondolkodjunk el azon, hogy milyen hatalmas dolog, hogyha egy gyerek kupa játékosai közül több tucatnyian egészen a felnőtt válogatottig vagy a felnőtt bajnokságig viszik. A névadó intézmény vezetője kiemelte, hogy külföldről is egyre többen érdeklődnek a torna iránt. Folyamatosan érezzük minden évben az érdeklődést, jönne több csapat is, szívesen vennének részt, tehát úgy gondolom, hogy a színvonal, amit nyújt ez a torna az ide érkezők számára, hozza ezt az eredményt, ezt a nagyfokú érdeklődést. Akár Ukrajnából is, Erdélyből is jönnének csapatok, Európából is, Spanyolországból volt érdeklődés, Hollandiából, Németországból. Ez köszönhető annak, hogy tavasszal az iskolán képviselte Magyarországot az U15-ös korosztályos röplabda világbajnokságon. A 8 hazai csapat mellett 4 külföldi együttes lép majd pályára Móricz Kupán. Erős mezőny lesz. Ezt mondom az alapján, amit játszunk az OGB versenyrendszerben, mert ott is van egy ranglista, és lehet látni, hogy ki milyen szinten játszik, és ehhez még hozzájárulnak a külföldi csapatok. A Lengyelországból érkezik a Jaszló, a Szlovákiából a Presov és a Bardejov, Szerbiából pedig a Kikinda. Azt gondolom, hogy akik ki fognak látogatni röplabda szerető emberek, nem fognak csalódni a színvonalban. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap 12:40-től játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A Városi Bál bevételéből és az önkormányzat kiegészítéséből ultrahang készüléket vásárolnak Újfehértón. A rendezvényen körülbelül 2,5 millió forint gyűlt össze, de a felajánlások még folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz. Azért ezt választották, mert nincs az orvostudománynak olyan területe, ami nem hasznosíthatná az eszközt, közölte a település házi orvosa. Partneri találkozóra érkezett a nyíregyházi BEM József általános iskolához az Erasmus Plus program keretében 8 külföldi pedagógus. A partnerintézmények képviselői a Városházán is látogatást tettek, ahol Szemen Sándor címzetes főjegyző tartott előadást a megyeszékhelyről. A projektben, melynek fő célja a diákok idegen nyelv tanulásának fejlesztése, a BEM fő koordinátori szerepet kapott. Sok helyen már a múlt héten elrajtoltak a fekete péntekhez kapcsolódó akciók, máshol csak ezekben a napokban kínálnak kedvezményeket az üzletek a vásárlóknak. Vásárlás előtt fontos a megfelelő tájékozódás a fogyasztók részéről, és arról is érdemes tudni, hogy internetes rendelés esetén 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől. A termék visszaküldésének költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli elállás esetén. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 27-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, majd erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőzápor az esti óráktól több felé várható. A délkeleti, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 8 fok körül alakul. Csütörtökön túlnyomóan borult lesz az ég, esőzápor több felé várható. A déli szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10-11 fok körül alakul. Pénteken felszakadozik a felhőzet, már csak szorványosan eshet az eső. Szombaton szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, több órás napsütésre van kilátás, néhol lehet futózápor, a hegyekben egy-egy hózápor, ugyanakkor sok felé fúj majd erős észak-nyugati szél, ezzel pedig több fokkal hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét.